Bár az orvos szigorúan megtiltotta, hogy a vonatok érkezésének környékén ne engedjék ki a házból, a nővérek mégis hagyták sétálni menni. 1937. december 3-án este, nem sokkal később a falu bolondja szaladt, és csak annyit mondott: Attila, Attila. Addigra már elment a magyar irodalom egyik kiemelkedő személyisége, akit alig pár ember kísért utolsó útjára. Egy évvel később megjelenő kötetét elkapkodták. 1930 és 37 között megjelent összes tanulmányát és cikkét rendezte egy kötetbe, kritikai kiadásként N. Horváth Béla vezetésével egy kutatócsoport. 1937. december 3-án, egy hasonlóan csúnya őszies télies napon, amikor József Attila meghalt, akkor nagyon kevesen tudták, hogy milyen nagy költőjét veszítette el az ország. Nem gondolták, azt gondolom, hogy majd ennyi példányszámban meg fognak jelenni a kötetei, hisz 1936-ban az utolsó életében megjelent kötet mindössze 60 példányban fogyott el. Halála után egy évvel, 1938. májusában a könyvnapra 2000 példányban adták ki a kötetét, elfogyott, vitték, mint a cukrot. Tehát beigazolódott a költőnek az a mondata, amit nagyon szomorú öniróniával írja az egyik versébe, hogy itt csak meghalni sikerült. József Attilának a barátai természetesen sokat tettek annak érdekébe, hogy elismertessék a közvéleménnyel. Másrészt pedig azért azt is el kell mondani, hogy olyan nagy költők, mint például Babits Mihály, akinek József Attilával való kapcsolata hát meglehetősen bonyolult volt, és konfliktusokkal terhes, mint az közismert, ő is úgy nyilatkozott már a halála után, hogy egy jelentős költőt veszítettünk el. Az érett költő munkái olvashatók a kötetben. Ez az időszak már a kiforrott vagy forrásban lévő gondolatok gyűjteménye, mondja N. Horváth Béla. Ez a két kötet, amit most be fogok mutatni, és amin 5 éven keresztül dolgoztunk a kollégáimmal, tehát majdnem 7 évig, ez egyúttal annak is a foglalata, hogy a költő hogyan gondolkodott, hogyan jutott el a messianisztikus marxizmustól egy osztályszemléletű társadalomképtől az egyéni szemléletű társadalomképig, hogyan jutott el a freudizmusig, hogyan jutott el a freudomarxizmusig, hogy aztán élete végén tulajdonképpen egy nagy szintézist hozzon létre a Hegel Marx Freud című nagy tanulmányában. Nagyon komoly belső szakmai vitáink voltak, és ami nagyon izgalmas az egészben, hogy ez a két kötet olyan iratokat, olyan kéziratokat, olyan töredékeket is közreadott, amelyeket még korábban soha nem látott senki. Tehát novumokat, originális dolgokat közlünk, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy ezek tükrében és függvényében nyilván árnyaltabb képet is kapunk a József Attilai gondolkodó alkatról. Most közöljük először a 7. pontot, a 7. fejezetet, ami egy nagyon mély pszichoanalitikus gondolkodásmódot tükröz, illetőleg azt, hogy a költő hogyan fókuszál, hogyan koncentrál az egyénre. Az egyén, a személyiség az, ami megismételhetetlen, az, ami a társadalom alkotó elem.